Az új tanévben kétszer annyi gyermek étkezhet térítésmentesen, mint a megelőző években. A bölcsődések és az óvodások szinte 90%-a ingyen ebédel az alapfokú oktatási nevelési intézményekben. A jogszabályban rögzítettek szerint a három vagy több gyermeket nevelő családok számára a tartósan beteg gyermekeknek már eddig is járt a támogatás. Szeptember 1-től azoknak a családoknak sem kell fizetni a napi háromszori étkezésért, ahol az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér 130%-át, ami 89.408 forintot jelent. A kérelemhez szükséges nyomtatványt már megkapták a szülők. Sokan beleesnek ebbe a körbe, és nagyon örülnek is a szülők, hogy most már ingyenesen étkezhet napi háromszor a gyermek, azért ez egy nagyon jó dolog, és örülnek neki. És hát vannak, hát gyakorlatilag azok nem esnek ebbe a körbe, amelyiknek, ahol mind a két szülő dolgozik, és csak egy gyermeket nevelnek, itt azért ez már előfordul, hogy nem tudják érvényesíteni az ingyenes étkezésüket. Az intézmények nem kérhetnek semmilyen jövedelem igazolást, a családok rászorultsága önbevalláson alapul, amit később az illetékes hivatalok ellenőrizhetnek. Eddig ebben az óvodában, ahová 104 gyermek jár, a napi étkezési díj 400 forint körüli volt. Ez havonta közel 9000 forintot jelentett egy gyermek esetében. Mint az ismert, a gyerekek rendszeres egészséges étkeztetését, oktatását és nevelését szeptembertől a 3 éves korhoz kötött kötelező óvodáztatás is biztosítja. Városon ez azért egy bevett gyakorlat volt eddig is, hogy 3 éves korú gyermekeket már hoztak. Inkább most ez volt, hogy augusztus 31-ig, aki betölti, annak kötelező, aki pedig október, november, decemberi, vagy a rákövetkező évben tölti, tehát azoknak még nem kötelező, ez rájuk nem vonatkozik a törvénynek ez a kitétele, úgyhogy ők még maradhatnak egy kicsit, meg bölcsődébe is maradhatnak még 4 éves korukig a gyerekek, tehát nem maradnak ellátás nélkül. Azok a gyerekek, akik tanév közben töltik be a 3. életévüket, évközben is kérhetik óvodai felvételüket.